Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Radnainé dr. Fogarasi Katalina, a Nőri főigazgatója. Kezi csokolom, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Kedves nézőim, önök a Pirkadat Extrát látják. Hajós Alfréddal emlékeznek a 15. európai Maccabi játékokon. Ön már arról híres, hogy nem csak a kozmótai, hanem más zsidó temetőket is rendbe hoz, természetesen állami támogatással, hisz ön is egy állami intézmény. Nagyon sokan úgy gondolták, hogy az önök ötleteit magukévá teszik. Több szervezet is meghívott minket arra, hogy erre sor fog kerülni. Ha valami jól sikerül, közbeszerzéssel, jól meg van csinálva, akkor hirtelen ilyen sok sikeres együttműködő van? Hát én is meglepődve kapom az e-maileket barátoktól, ismerősöktől, hogy más szervezetek terjesztik a meghívónkat. Egyik szemem sír, a másik nevet, azért sír, mert amit ön is mond, szóval azért nem örülök annak, hogyha a mi rendezvényünket magáénak tudja be más szervezet. A másik szemem meg azért nevet, mert végül is az a célom, hogy minél többen ott legyenek, és hogyha minél több körbe terjesztik a meghívónkat, amin azért egyértelmű, hogy ez a Nemzeti Örökség meg is mutatom a kamerának, nem tudom, hogy a színek véget jól látható-e. A kollégáim rázumolnak, így mutatom, aztán majd egy kamera rájön, még egy kicsit jobban rámenni. Tehát a színekből is látszik, hogy tehát itt a víz köszönöm. Hatását akartuk visszaadni, tehát azért aki megnézi ezt a meghívót, az abszolút látja, hogy ez a Nőrinek a rendezvénye, a Nőrinek a felújítása. Úgyhogy, hát nézze, nyilván aki kimegy a Kozma utcai zsidó temetőbe, az látja a felújítási munkát. Aki ismer minket, az tudja, hogy határidőben el fog készülni. Jöjjenek minél többen, semmi probléma. Hát július 31-én lesz az esemény. Kedves nézőim, ez a szolgálati közlemény 11 órakor, és hogyha elmennek a helyszínre, és mindjárt mondom, hogy ki mindenki fog részt venni, ne felejtsék el, hogy ez egy zsidó temető, tehát a hölgyeknek legalább így felső karig, és ha lehet, akkor nem szoknyába, illetve ezt önök döntsék el, a férfiak meg fedett fővel, tudják a megoldást, mindenkinek van egy ilyen kemping kipája, jobb otthonról vinni, mert egy papír kipával ott menni, egy kicsit a szellő megfújja és repül a fejükről. Igen, szerkesztő úr, de azért azt elmondom, hogy természetesen a Nőri a férfiakra gondol, úgyhogy nálunk kipák lesznek, mint hogyha valaki elmegy a Salgótarja utcai zsidó temetőbe, ami a mi vagyonkezelésünkben van, láthatja, hogy soha nem lesz senkinek gondja, ki vannak készítve a kipák. A Nőri már egyenesen irigyrésre méltó, hisz ezt a zsinagógai látogatókkal sem tudják megoldani, hogy igazi kipák legyenek, de hát tanuljunk a Nőritől. Hajós Alfréddal fognak emlékezni. Ki is volt Hajós Alfréd úgy zanzásítva? Hajós Alfréd, és éppen azon gondolkoztam, és egy másik stúdióban erről beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy a múlt században voltak még polihisztorok. Tehát, hogyha valakiről azt mondhatjuk, hogy egy polihisztor, az például Hajós Alfréd, aki nem csak egy kiváló sportoló volt, egy kiváló újságíró, egy kiváló építész, Lechner Ödönnél tanult, a szezeciót ott tanulta, a mai napig élvezhetjük az általa tervezett, például a debreceni aranybikaszálónak az újratervezését, az az ő munkáját dicséri az első sportcsarnokok. Tehát valahogy nem... Az uszodát azt nem ő tervezte? Ő tervezte az egyik uszodát, és sportcsarnokot is ő tervezett természetesen, igen. Úgyhogy ma már nem dicsekedhetünk polihisztorokkal, nagyon-nagyon egy-egy tudományágon belüli szők mesdjén mozognak az emberek. Én egyébként ezért is vagyok nagyon boldog a munkám iránt, mert természetesen nem akarom magamat ilyen nagyságokhoz hasonlítani, de a jogász végzettségemmel egy rendkívül széles spektrumban dolgozom. Hát jó, volt ön a Zeneakadémia titkára is, meg a Nőri elnöke is, meg sok minden. Sok minden, de minden esetre az én munkámban az elmúlt 20 évben ami szép, az az, hogy újat tudok varázsolni, és hogy meg tudom őrizni a múltat. Egyébként eznek a síremléknek a kapcsán is azt kell, hogy mondjam, hogyha nem nyúltunk volna hozzá,
És ha nem lett volna ez az apropó, mert azért azt ne felejtsük el, hogy a Makkabi játékok az apropója, tehát azért került most a Nőri látókörébe. Ha ez nem történt volna meg, egyébként tényleg, amikor szedték szét a kivitelezők ezt a sírt, akkor szembesültünk az, hogy ez a 24. óra, hogy ezt a sírt megmentsük, mert tehát azok a kedves tévénézők, akik járnak a Kozmoszi zsidó temetőbe és ismerik, azok fogják érteni, miről beszélek. Ez a sír, ez a kripta, ami egyébként egy méreteiben egy hatalmas kripta, ez annak idején egy úgynevezett falsír volt. Tehát az eredeti falra volt rátervezve és ráépítve, aztán ez a fal le lett bontva, csak jobbról-balról egy-egy rész maradt, meg egy szűk rész, hiszen bővült a kozmoszói zsidó temető, és mint minden temető általában folyamatosan bővült, és statikailag ez bizony megbontotta az egyensúlyt, úgyhogy amikor bontották le ezt a síremléket, akkor szembesültek azzal a kivitelezők, hogy maga a beton rész az 10 fokkal megdőlt. Az azt jelenti, hogy ez bármikor az egész síremléke ledőlhetett volna, és a környező sírokat is szétrombolhatta volna. Hát bizony benne, hogy ez most már nem történhet. Ez már biztos, hogy nem történhet meg. Most már újraépítésre tartunk. Érdekes ez a temető. Én jó magam nem szoktam temetőkbe mászkálni, csak rendkívüli alkalmokkal, mert egy kohanita vagyok. De emlékszem, ott voltam, amikor a katonai temető részben egy hatalmas összefogás gyümölcseként fel lett újítva, és ön átadta Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt pár évvel ezelőtt, és én bízom benne, hogy nem kell újabb makabiákra várni ahhoz, hogy a nemzet emlékezetben ott legyenek ezek a zsidó sportolók is, akiknek a sírjai ott vannak. Bocsánat, hogy a szavába vágok, annyira nem, hogy ebbe az évben még felújításra kerül Komjádi Bélának a sírja, szintén itt a kozmócai zsidó temetőbe. Aztán, hogy mondjak egy másik nagyon híres és emblematikus szemét, aki nem sportoló volt, de Lajta Béláról beszélek. Az a Lajta Béla, akinek viszont a legtöbb által tervezett sír a Salgótarjánc zsidó temetőben van. Tehát természetesen, és akkor hagyj térjek egy mondat erejéig vissza, tehát a Nőri, ugye 6000 sírról gondoskodunk, 6000 sír van a Nőri rendelkezési jogában, 6000 sír az országban, amik úgynevezett a nemzeti sírkert részei. El lehet képzelni, hogy szívem szerint persze mind a 6000 sírt folyamatosan karban tartanánk és felújítanánk, de hát ez lehetetlen. Viszont különböző szempontrendszerek szerint nézzük meg. Az egyik ilyen, hogy milyen esemény van abban az évben, vagy mennyire van rossz állapotban, és így folyamatosan felújításra kerülnek a sírok, úgy a zsidó temetőkben, mint a keresztény temetőkben, mint egy falusi kis temetőben, hogy mondjak, hogy értsék a tévénézők, ebben szeptemberben kerül felújításra Kazincinak a sírja, a Széphalmon. Tehát a Nőri látókörében elég széles spektrum van. Most miután a Nőrit kellőképpen fényeztük, akkor nézzük az ön tartozásait. Évekkel ezelőtt azt mondta nekem, hogy mindent megtettek azért, hogy a Fiumei úti temető és a zsidó temető a világörökség része legyen. Hol tartunk? Szerintem a Nőri most is mindent megtesz, hiszen... Most, mielőtt leültünk beszélgetni, megnéztem az interneten a világörökségének a listáját, és sem a Salgótarjáni úti, sem a Fiumei úti nemzeti sírkertet nem találtam ott. Hát sajnos nem. Egyébként, bocsánat, hogy pontosítok, a Salgótarjáni utcai zsidó temetőről beszélünk, én mindig arról beszéltem. Én meg egybevettem a kettőt. Hát, az nagyon szép, hogy egybevetted, de a zsidó temető az, ami igazából lehetne a világörökség része, és lehetne várományos. De hát ön azt ígérte nekem, hogy hát az lesz. Én ígéretem, de hogy is mondjam, ez kormányzati döntés, tehát szerkesztő úr jár a kormányinfokra. De Lázár János az akkori miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter, hívjuk kancellárminiszter, azt mondta, hogy már a kormány tárgyalt róla. Így van. Akkor most a Világörökségi Bizottság a hunyó, vagy még mi nem kértük, hogy azonnali hatállyal tegyenek minket a listára? Kérte többször. Most ezt a beszélgetést követően újra fogom kérni,
Tulajdonképpen egy fél évben egyszer szoktam érni. Ígérem, hogy mi mindent megteszünk úgy, a dologért. Meg fogjuk kérdezni a kancler minisztert, Gulyás Gergelyt, hogy mi történik örülni ezzel. Fogok. A Fiumei úti sírkert azóta, mióta az önök vagyonkezelésében van, koncerteknek, megemlékezéseknek és terhes anyáknak vagy kismamáknak, mint Washingtonban vagy Franciaországban, a hasonló helyeken egy ilyen jó hely. Hát hála Istennek, erre törekedtem. Ez volt az én arcpoétikám 20 éve folyamatosan. Ez nem egy közparkoló, hanem egy nemzeti sírkert. Szerkesztő úr pontosan tudja, hogy az első tevékenységeim közé tartozott, hogy a közparkolói részt megszüntettem. Nem voltam nagyon népszerű. De ennek ellenére, hála Istennek, tuk-tuk-tuk, nagyon jól néz ki, és, köszönöm, és nem a köztemetőbe fekszik, hanem él és virul. Hála Istennek, még szeretnék is, szeretném az unokáimat még nagyon sokáig élvezni. Megszüntettük. Mert ugye sokan nem örültek ennek, hát az sokan nem örültek, hiszen ingyenes parkolónak használták a Fiumei úti sírkert, nemzeti emlékhelyet. Ez az első intézkedéseim közé tartozott, hogy ezt megszüntettem. Ma, ha valaki kijön oda, akkor azt látja, hogy egy gyönyörű szép parkba jön, ápolt, nem csak a fő bejárat környékén, hanem hátul is. Pedig nagy a, főleg a fizetésben a konkurencia, tehát az egy komoly gondot okoz a nőrinek, hogy a parkgondozóinkat, kertészeinket próbálják elszeretni, próbáljuk fizetéssel is, megbecsüléssel és mindennel. De a nemzeti emlékezés politikának szerves része kell, hogy legyen az ön intézménye. Hát én azt gondolom, hogy az is jó értelemben, és amiket ön említett, ezek a programok, ezekre én nagyon büszke vagyok. A múzeumunkat megújítottuk, megkaptuk az idén a múzeum egy külön díjat, a Nőri megkapta Józsefváros díját, szerintelesének mondom, hogy főpolgármester úrtól én átvettem Budapestér díjat, ami azért egy pikáns és nagyon érdekes dolog, hiszen ez a sírkert, ez a fővárosé volt, és hosszú évekig tárgyaltam. És nem boldogan dalolva adták át. Igen, de az elismerésből látszik, hogy tehát jó döntés hoztak, és ez is volt van benne a még radációnkban. Két percünk és 50 másodpercünk. A minap vetítettünk egy filmet, amin bemutattuk, hogy a Nőri Nemzeti Emlékhely oszlopait helyezik el. Mondjon nekem erről, hogy hány helyen van az országban, és még hány helyen lesz. Ezek az úgynevezett... A tervező volt a filmnek a főszereplője. Ezek az úgynevezett sztélék, amik mint egy felkiáltó jel mutatják, hogy az adott helyszín, helység az nemzeti vagy történelmi emlékhely. Ilyen sztélé látható egyébként a Fiumei úti sírkert a fő bejáratánál is, és egyébként ilyen sztélé látható a közeli Veselényi utcában és a Dohány templom kertjében, hiszen történelmi emlékhely, ez csak azért mondom, és mert ezt van viszonylag kevesen tudják. A Magyar Tudományos Akadémia mellett. Igen, és nagyon sok, közel 70 helyszínen az országban. Az, hogy még mennyi lesz, ezt azért nem tudom megmondani, mert hála Istennek annyira felértékelődött ez a fogalom, hogy nagyon komoly lobby erők vannak, nagyon sokat szeretnének történelmi vagy nemzeti Érdetem. Emlékhely. Hagy folytassam a kérdéseimet. Az önök internetes oldalán tulajdonképpen azt is tudjuk, hogy milyen hősünk hol nyugszik. Vajon a Salgótarján utcai zsidó temetőbe is már látni lehet az interneten, hogy kik nyugszanak ott? Persze, a Salgótarján utcai zsidó temetőnek is önálló honlapja van egyébként visszatérve. Tehát többek között ez is az a része a világörökségi helyszíné válásnak. Tehát mi mindent teljesítettünk, ami alaki, formai, követel. Tehát akár Londonból is kutathatja abszolút, valaki interneten, abszolút, és látja a sírboltokat. Így van. Kedves nézőim, az elmúlt 15 percben Radnainé dr. Fogarasi Katalint, a Nőri főigazgató nőjét látták és hallották, visszavárjuk. Nagyon szép dolog, hogy a 15. Európai Makabi játékok alkalmával hosszú előkészítés után, nehéz munka után rendbehozatták Hajós Alfréd síremlékét. A megnyitóra, illetve az újraátadásra sor kerül 2019. július 31-én szerdán 11 órakor, és akkor elmondom, hogy Radnainé dr. Fogarasi Katalin fog beszédet mondani, majd Darvas István főrabbi,
az Orzse zsinagógájának, a Bét Jehudának a rabbija beszél, de ott lesz Justin Ádám is, a Makkabi Vac elnöke, dr. Kurcsák Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság a MOB elnöke, és avasztó beszédet mond természetesen dr. Deutsch Tamás, a 15. Európai Makkabi Játékok, az MG 2019 védnöki testületének vezetője, és a férfiak majd dugják be a fülüket. Közreműködik Szovrák Katalin, Kossuth Díjas népdalénekes, így is lehet emlékezni. Mindenkit várunk, zsidókat és nem zsidókat, ne felejtsék el a bejáratnál elhelyezett kipák a férfiaknak, a hölgyek az eseménynek megfelelően öltözenek. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. Köszönöm szépen.